Csokicsúcs, sziasztok! Nem is tudom, hogy kezdjek bele, mert ez így nem egy kellemes téma, de úgy érzem, egy picit meg kéne osztanom azt, amit gondolok, ugyanis kicsit igazságtalannak tartom, úgymond az életet, de kezdjünk bele! Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem van egy nagyon szeretett nagymamám, sok videómban, hát sokban, kettőben biztos láthattátok. Az egyik az egy nap velem, a másik pedig a fapakolás. És ő mindig azt szokta mondani, hogy gyerekek, meg ki tudja mennyi vég van még nekem hátra, mert én már öreg vagyok, stb. Stb. Ezt amikor mondja, én gyűlölni szoktam ezt a helyzetet, mert ezzel nem tudok mit kezdeni. És igazából nem is akarok mit kezdeni. Nyilván igaza van, de akkor sem így kéne hozzáállni a dolognak. Én sokszor mondtam neki azt, hogy sehova nincs kőbevésve az, hogy ki meddig és mennyit. Tehát és hogyan. Apropója a dolognak az, hogy én ezt nem szeretem, amikor ő ezt így előadja. És a minap böngésztem a Facebookot, és találtam egy érdekességet, amiről reméltem először, hogy ez valami kamu. Nyugodj békében. És hát érdekes volt a dolog, mert ezt így nem tudtam elhinni, illetve én azt hittem, reménykedtem benne, hogy ez egy olyan hír, ami igazából megint csak egy kacsa, mert rengeteg fasság van igazából a Facebookon. És reméltem, hogy az, megnéztem az üzenőfalát, és nem egy ember, hanem több ember írta, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi a fuck, hogy ez valós lehet? Tehát ezt így nem gondoltam komolyan. Felhívtam egyik ismerősömet megtudakolni, hogy hát vizuál, és ő mondta, hogy hát igen, sajnos a hír igaz. Na most a problémám az egésszel, hogy ugye nagymamám is mindig ezt mondja, hogy de mert az idő, meg a kor, meg a mit tudom én, hogy az, most gyerekek, 20 éves volt a gyerek. Biztos kőbe van írva, hogy ki, mikor és hogy. Tehát én szentül meg voltam győződve róla, igazából a sztori lényege az, hogy körülbelül egy órát beszéltem ezzel a gyerekkel, egyik nagyon kedves ismerősömhöz mentem, biohoz. Igazából az apropót nem tudom, hogy miért mentünk el, annyit tudok, hogy még fociztak is együtt Bencével, semmi, az ég egyadt a világon probléma nem volt, én szentül meg voltam győződve, hogy valami igazából értelmetlen halálban hunyt el, tehát ilyenre gondolok értelmetlennek. Igazából az összes értelmetlen, de a legértelmetlenebbre gondoltam, milyen autóbaleset, elütötték, vagy leesett valonnan, tehát igazából semmire nem gondoltam, és pontosabban ilyenekre gondoltam, és miután megtudtam, hogy igazából neki rákja volt, ugye elgondolkoztam, hogy mi a fuck, tehát egy 20 éves, tök egészséges gyereket elkap egy ilyen idióta, értelmetlen szar, mert ezt így tudnám mondani. Ha valami értelmetlen még, az konkrétan ez. Tehát nem tudom hova tenni. Nem tudom hova tenni a dolgot. Igazából azért is rázott meg a dolog, hogy így fogalmazzak. Nem azért, mert ugye halálok minden nap történnek, értesülünk róla, nem ráz meg, még ha... Ez hülyeség, gyerekek, ez hülyeség, hogy nem ráz meg. Ennyire mélyen nem érint, és ezt nem tudtam első körben, hogy ez miért érint rosszul, és rájöttem arra, hogy igazából azért, mert gyakorlatilag teljesen fiatal. Tehát itt nem lehetett még azt sem mondani, hogy tényleg annyira öreg volt már, hogy természetrendje a halál, hanem egy értelmetlen hülyeség miatt hunyt el szegény. És azért tartom ezt teljesen igazságtalannak, tehát belőle gyerekek bármi lehetett volna, akármi, de most komolyan, 20 évesen,
előtte állt volna az egész élet, és igazából ez a szörnyű benne, hogy igazából annyit nem élt, amennyit megérdemelt volna, hanem egy értelmetlen betegség véget vetett az egész életének. Igazából ebben nem szeretnék túlzottan belemélyedni, de sem a szülei, sem a rokonai, sem a közeli, nagyon közeli ismerősei ennek a helyében abszolút nem lennék. Tehát ilyet nem. Ezt így nem. Tehát ezt még én sem szeretném átélni. És a dolog apropója az, hogy értelmetlen az egész, ami most történt, és igazságtalannak is tartom a természet, illetve a fenti hatalmak részéről, mert nagyon sok olyan ember van, és itt most nem szeretnék tényleg belemenni, de rengeteg más ember van, aki még mindig él és virul, és ő pedig nem volt egy olyan ember, akinek nem lenne joga ezt tovább folytatni. De hát mi nem játszhatunk Istent, még talán jó is, de annak ellenére, hogy én úgy nem ismertem annyira, mint a nagyon közeli ismerősei, nagyon szarul esett nekem is, mert amit el is mondtam, olyan értelmetlen dolog miatt megint. Hát nem tudok többet mondani. Kicsit megrázott, kicsit idegesített, illetve kicsit felbaszott a dolog. Nem tudnak ilyennel mit csinálni. Lényeg a lényeg. Annak ellenére nyilván, hogy annyira nem ismertelek, én annyit mondanék, hogy egyszer úgy is találkozunk, és nyugodj békében, attól függetlenül, hogy ezt így nem tudom elfogadni, hogy ilyenek megtörténhetnek a világban, illetve az életben. Köszönöm, sziasztok!